Thank you.
reggelt kívánok én! Haj! 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 Azonnal elment a... izéd. Azonnal elment a fókuszod, ahogy elindítottuk a streamet. Hát ez de aztán, a... de aztán visszajött, úgyhogy semmi baj nincs. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Az én nevem a Dávci, és ez a fes fiatal ember itt mellettem nem más, mint a kedvenc metálos énekesetek, Alex. Az a durva, hogy a te streameden sokkal fiatalabbnak nézek ki, mint az enyémen. Meg olyan, sötét beégett az egész azon a kamerán. Ez egy borzasztó, ez egy régi Logitech kamera, amit Dave-nél lehet látni. Ezért van ilyen 20 éves igen. Style. Én fiatalítok, mert nálam fenn vannak a fiatalító filterek, mert azt mondták, hogy most már szükség van rá. De egyébként tudjátok, Sklungflak streamben nézni az egészet, és akkor mind a kettőnek látjátok a jó kameráját, mert Alexnál én pedig azzal a kamerával vagyok, amivel Viktor még Minecraft videókat rögzített a YouTube-ra. Ami egyébként még mindig no fucking joke, ami, by the ami way. Nálam, ami ugye nálad van nekem kamerám, nem nálam tudom, de hogy alapból az nem is rossz. Tehát konkrétan olyan embernek nézel ki, mert én ezen a C920-on, amit nálad lehet látni, most nézem, hogy tehát ilyen, olyan, mintha egy ilyen voidba ülnék, és nem lenne fény a... csak egy lámpa világít az egész lakásban, és közül... Dude, az megvan, hogy lennék. Az, amint te látsz engem, az effektív egy C920, ugye? Nem tudtam. A tényleg jobban néz ki sokkal, mint az enyém. Nézd, mert ez... nálam ilyen fehér színű az arcom, teljes, mintha belennék égve. Teljes. Nálam rendesen... Nem. És pedig ott az ablak mögötted az van csak beégve, de maga az arcodat tök jól lehet látni. És ez is ugyanez a C920. Viszont nem, nyilván nem lehet leverni a valami Sony-t használsz valószínűleg. Kár, hogy nem lehet ugyanazt a kamerát a Discordnak is odaadni, meg a... Elméletileg oda lehet egyébként, csak nagyon bonyi. Akkor megoldanánk ezt, hogy ugye szarul nézünk ki egyfolytában mindenhol. Az egyik szíven itt jó, az másikon az jó. Úgy kellene csinálni, hogy létrehozol egy virtuális kamerát az OBS-en belül, és azt a virtuális kamerát osztod meg Discordon keresztül. Aha. De akkor az megosztja az egész streamemet, nem? Nem, elméletileg tudsz külön izékból, tehát hogy külön passzokból, szorszokból csinálni virtuális kamerát. Uh-huh. Beszarsz. Hát ezt majd lehet ki fogom próbálni, mert nekem hát ez, ahogy nálad kinézek ezzel a... mint hogyha egy void lenne a pólom, de közben az arcom az teljesen fehér, az mint egy izé. Viszont neked nem néz ki amúgy rosszul, attól függetlenül. Ezt nézem, hogy ez egy C920. Amikor odaadtam... De új fajta vagy régi? Tehát van kék darab, kék színű csík az oldalán? Van. Nem, az oldalán... Van az oldalán, igen. Hát ez a üveg körül. De ez no joke, hát ezzel vette Viktor a Minecraft videóit a YouTube csatornáján, vágod? Tehát, hogy amikor... Én odaadtam neki kellett egy ilyen széles látószögű kamera, úgyhogy odaadtam neki az alfámat, és ő azt bekötötte a streamjébe, és ő pedig odaadta ezt, mert mondta, hogy nekem ez viszont bőven elég. Illetve Zaka, nagyon köszönöm a 27-et, baby! Fuck yeah! Na várjál, de várjál, most nálad nézem. És Barnus, neked is nagyon köszönöm a 30-at, te csoda. A lámpát. Meg szerzetes neked is. Hú, bazdmeg, ez rosszabb így. Hát ezt... Ja. Gondoltam, ha lekapcsolnám a lámpát, most neked nem ég lámpa, nem? Az arcodban. Nekem ég lámpa az arcomban. Ég. Jó, mindegy. Szar ez a C920, nekem a téd nem rossz. C920, 30 000-es kamera, tesó, miről beszélsz? Arról, hogy szaró néz ki, bár szerintem ez érthető volt eddig. Nem tudom. Hát én azt, a Sony adott nekem kölcsön egy ZV-1-et. Egy pár hétre.
és akkor lecseréltem azt a Sony kamerát, amit használok 2017 óta az összes videóban, mert kettő ugyanilyen 4K-s Sony Handycam-et vettem, és lecseréltem arra, és bazd meg. Hát az egy kibaszott álom, Alex, annyira kurva jól néz ki annak a képe. És akkor utána itt nézegetem, hogy aha, és akkor nézem, hogy Ludwigék milyen streamenek, és ilyen rig van a gép mögött. Akkor objektívvel, mint olyan rig van a gép mögött. Hát mondom, jó, ja. nyilván jól néznek ki a srácok. Ja, de majdnem mindegy, hogy mit csinálsz, bazd meg. Amikor itt volt a ZV1, akkor itt tudod, így játszottam vele, így állítgattam, és így nagyon-nagyon szép volt, és aztán átkattintottam a VR-nak a streamjére, akik red kamerákat használnak, és mondtam, jó, jobban nézed, nem, teljesen mindegy, veszek még egy C920-at, vagy valamit a Tesco-ból, kurva életben. Mikor videózgatok, és akkor véletlenül megnézem Linus-éknek a videóját, amin 30 ember dolgozott, csak az olyan mindenki, és ott is így red epic kamerákkal veszik fel, azt így, jó van, hallod itt a telefonon, már mindjárt videózok egyet. Hát ez igen, megnéztem azt a izét. Jaj, hogy hívják? Megnéztem, valamelyik videóban most néztek fényegyensúlyt egy ilyen kis eszközzel, amit tudod, így odaraksz a fényforráshoz, és akkor megmondja, hogy milyen length, meg milyen frekvencia, meg de, meg milyen színek vannak. És megnéztem, hogy az a cucc, az drágább, mint a fényem és a kameráim együtt. Amivel ők megnézték azt, hogy megfelelő-e. Jó a szín. Hát ez ilyen. Nagyon-nagyon drága sajnos a biztos, viszont írták itt nálad, hogy mindegy, a hang úgyis fontosabb. Tény, arra mondjuk én figyelek is, hogy mindenféle fingást a háttérből ne lehessen például hallani, fontos. Noise gate, kompresszor, equalizer, minden van. Jaj, Getz, most az Audio Technica küldött tesztelésre két mikrofont, amit bekötöttünk a podcastbe, és hát a lehető legjobb kor bazd meg, mert éppen az utolsó epizódot tudtuk így felvenni azért a skip intróból, de hát annyival jobb. Én nem tudom, hogy eddig hogy tudták ezt az emberek hallgatni. Úgyhogy a hang az tényleg fontosabb. Most neked milyen mikrofonod van? Nekem egy BP40-en van. De ez micsoda? Audio Technica vagy? Audio Technica. Az ott egy AT2020, a tiéd? Ez egy AT2020, igen. Egy poros. Egy Rode-dal. Hát ez, ja, ez nem arra volt való, aztán itt véletlen eltörtem egyszer. aztán bele csavartam. Hát ilyen, ez ilyen tákolt mikrofon. Tehát, hogy kicsit savanyú. Kicsit sárga, de a miénk, úgyhogy... Ennyi. Örülnék egy jobb minőségű audiotechnika mikrofonnak, de aztán rájöttem, hogy nekem igazából ez tökéletes, mert, tehát hogy mondjam, ha énekelnék esetleg, vagy stb., akkor lenne például egy izét megpróbálnék, egy Shure SM... Igen, Viktornak van igen, a Shure-ja. Igen, hát mindig ezt használja podcastre. Az XLR Pro van. A nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó hangja van annak a mikrofonnak. De nyilván, érted, a BP40 egy geci jó mikrofon, játszani kell vele, hogy igazán faszon legyen, de... SM7B, igen, bocsi. A mikrofon. De elég faszon. De minden, azt nagyon-nagyon-nagyon sokan használják egyébként. Igen. Mondjuk, ahhoz le kéne cserélnem az egész mounting szart. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogy ez az Audio Technica AT2020, amit 2012 óta használok, és soha nem volt bele probléma. Tehát... Ja, és nagyon-nagyon jól. Aha, XLR-es vagy USB-s? XLR-es. Ja. Még ilyen kis pipa XLR-t is heggesztettem a seggére, mert ugye így megy a kábel, és akkor nézd meg. Aha. Nem tudom megmutatni, de... Nincs benne. Az enyémben benne van, tehát ilyen pipa az XLR. Aha. És akkor hogy oldalra menjen. Aha, zsír. Nagyon jó. Nekem akkor... én ilyen csodákkal nem. Ja, vettem egy izét, vettem neki egy kengyelt, amikor még jól ment a biznisz. Már nem, de nem lehetett sehol kapni, úgyhogy megrendeltem.
a sztorban, és ugye így nem volt kiírva az ára, mert hogy be kellett rendelni, és volt vagy 2 hónap, mire megérkezett a boltba. Írtak egy e-mailt, hogy megérkezett a boltba, mondom, bazd meg, de kurva jó, és akkor végre van egy kengyel, ami egy shock mount egyben, és akkor ez tök jó lesz, mert nyilvánvalóan ez erre van kitalálva, úgyhogy mással ne is használjad, fiú. És 40 000 forint volt, bazd meg. Jaj. És akkor már úgy voltam vele, hogy nem biztos, hogy ezt akarom egyébként, de hát, hogy így látszott, tudod, és ez a nagyon kicsi bolt, ami, tudod, ilyen csomagolás a háttérben, és egyébként is 3 négyzetméter az egész helység. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó. Persze. Hát... Itt van a pénz. Hát meg főleg most egyébként. Dávid, köszi a 100 bitet. Köszi a 100 bitet. Nagyon szívesen, bú. Flame írja... Az előbb, mert nyikorgott az állvány, és nekem olyankor kiszedi a nyikorgást a mikrofonból. Ma is konzervért iszunk, így van. Flame azt írja, hogy a Blue Yeti-re esküszik, és én nagyon szeretem a Blue Yeti-t. Társasjátékos videók egy részét, azt Blue Yeti-vel rögzítettük. És aztán én egy kicsit meg is bántam, hogy én nem Blue Yeti-t vettem végül, hanem a Rode-nak a Vese mikrofonját, ami kibaszott jó, de ő nem tud körbevenni. Tehát, hogy neki kell, hogy legyen. Kell, a Rode Yeti egyébként szerintem a legjobb árérték arány. Aha, mennyi az ilyen most... 45 volt legutoljára, hát amikor néztem. Olcsóbb volt jóval, mint az AT-20, azt is nagy különbség nem volt. A 47-50, ilyesmi. Muzikerben 47. Az akkor volt. Nem tudom, és most mennyi a AT-20-20? Most az mennyi? Az AT-20-20 szerintem olcsó. Mármint, hogy hát ilyen... Hát mert 38-ért vettem még, jó, de mondjuk 10 évvel ezelőtt. Ja, ez továbbra is ilyen 38 effektív, 37-38. Meg ugye az AT-20-20-nak... Ja. Az AT-20-20-nak ugye megjelent a nem XLR-es, hanem USB-s verziója, ami drágább, tehát, hogy már kétszer annyiba kerül. Mondjuk de én hát, hogy azt ahhoz... nem ajánlom. Azzal ugye megspórolsz egy hangkártyát, vagy egy erősítőt, vagy valami. Ja, csak az mondjuk, tehát az olyan is, tehát hogy én használtam egy pár évig USB-set, és azért ha van egy hangkártyád, akkor jóval egyszerűbb ilyen kompresszorokat, ilyesmiket használni, mint egy USB-set. Ja. Hát ha értesz hozzá. Ha értesz hozzá, akkor ez azért... Hát meg a Windows sem nagyon örül neki, ugye, mert egy külön picike hangkártya van a mikrofonban, azért működik, ugye minden, ami USB-s hangjeszköz, abban mind van egy kisebb ilyen driver, és hát jó. Ja, nincs nagy játszótered az egész, biztos. Nincs, viszont egyébként, ha csak ilyesmire használod, hogy veszel fel gameplayt, vagy beszélgetsz a haverjaiddal, akkor tökéletes. Tökéletes, így van. Én már majdnem vettem egy USB-s mikrofon Zsoltinek, akinek mindig szar a hangja, tök mindig mit csinál, mit vesz, mindig szar a hangja. Múltkor játszottatok együtt. Igen, én jó, nagyon csípem őt. Most már rendben van, most már okés a hangja. Te nagyon csíped őt, ő pedig, hát az elején majdnem izén mondta, hogy jó, akkor veled nem játszik többen. Amikor ott szóltam, amik igen. Én is volt. Igen. Azt nem tudom, hogy külön mit beszéltetek, arról nem tudok, de... Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni. Vág ez. Megbeszéltétek, hogy 10 euró az rosszra 40 000 forint. Mert azt mindig megbeszélt. 400 alatt van az euró, ne sírjál, lipsikém. Minden rendben van. Ja. Fú, már megijedtem, hogy... Nem, ahogy emelik a jegybanki alapkamatot, úgy javul az euró. Vagy a forint. Én nem értek hozzá. 400 forint az euró. 400? Mert... Oh. 400. Jajjaj. 398. Elnézést, tehát egy pillanatig nem nézek rá, aztán 400 fölé megy az euró.
Képzeld el, Alex, hogy az Európai Unió nem elégedett a kormány eddigi korrupció ellenes tevékenységével. Tényleg? Ja, hát figyelj, én nagyon... De durva. Olyan dolgokat kértek, amik egyébként teljesen irreális. Teljesen irreális. Ugye most van ez az energetikai vészhelyzet, hogy nincsen energiaforrás, és hogy nehéz lesz a tél. Úgyhogy az Unió azt kérte, hogy a források egy részét a nagyobb energiafüggetlenség elérésére kell fordítani, ami érted, nem mondd már meg, hogy mire költsem a pénzt, amit küldesz, haver. Illetve nem elégedettek azzal sem, hogy ugye azt kérték tőlünk, hogy a kormány által kezdeményezett jogalkotást megelőzően időt kell hagyni társadalmi konzultációra. És ugye én nem tudom, mennyi az idő, mert mondjuk a katatörvény... Hát 10 percet hagytak, tehát azért papíron ott legyen, hogy ó, itt vártunk, már hetekig kérdezgettük az embereket. Ez arra volt, hogy így kiment a biztosik. Euró? Ez volt a kérdezgetés, ez volt az idő hagyva. Igen. Volt idő hagyva, tehát hogy én, ha jól emlékszem, akkor hétfőn este ugye kijöttek az infók, hogy akkor a katatörvény az így fog módosulni, és aztán végül is csak kedd délutánra lett belőle törvény. Hétfőn reggel kijött, és már délre törvény volt. Nem, szerintem, tehát hogyha nagyon szigorúan nézzük, 24 óra volt a két dolog között. Tehát, hogy az alatt szerintem bárki értesülhetett erről, kivéve aki az Origót olvassa. Aludtak rá egyet. Úgyhogy ez még problémát jelent számukra. Illetve azt szeretnék, hogyha valaki korrupció gyanús ügybe keveredik, akkor bárki fordulhasson a bírósághoz jogorvoslatért. És nem tudom, hogy amiatt aggályos ez, hogy közben módosították 11-szerre és az alaptörvényt, amiben most kimondták azt, hogy a minisztérium tagjainak a vagyonnyilatkozatába nem kell feltüntetni az ingatlanokat, meg az ingóságokat, hanem elég azzal elszámolni, hogy a miniszteri fizetést azt mire kapják. De tehát, hogy ez szerintem nem üti ki azt, hogy bárki fordulhat bírósághoz, hiszen... Nem üti ki, csak éppen senkit nem érdekel. Nem, hát csak nem tudod, hogy van-e valami a háttérben. Csak éppen mindenki leszarta. Ha pont azt írja Dr. Squid, de hát bárki fordulhat a bírósághoz, csak így leszarja mindenki. Jó. Na, illetve... Nem, Dávid, ne sírj, ne stresszelj. Elnézést. Meg le Brüsszellel, jó? Éljen Orbán 10 000 évig. Éljen Orbán. Mi is sírni fogunk, zokogni fogunk, mint Kim Jong-nál. Ja, igen? Bocsánat. Hey Siri. Fidesz. Yes. Még egy... Ja nem. Jó, most jó. Most jó. Illetve kijöttek, és most jöttek ki, úgyhogy még én sem olvastam, a rezsicsökkentésnek a hivatalos. Elnézést. Nem megszorítás ez. Hívjuk úgy, hogy... kijöttek a részletei, hogy rezsicsökkentés. Hogyan védik meg a Resident Evil-t. Egy nagyon érdekes téma, le is ültem. Így fogok innentől beszélni. Jó, a rezsicsökkentésről annyit tudok mondani, hogy Bob Marley, igen. Bob Marley 98-as albumát
fogjuk a himnuszhelyet lejátszani. I shot the sheriff? Már valamelyik. Hát az I shot the shiffer? Mi már gondoltam, leülök, ha ilyen komoly téváról van szó. Én egyébként állok, nem úgy, mint Dave. Igen, úgy tűnik, mintha az egész szobád menne lefele. Zseniális. Egy liftben élsz. Egy liftben élek. És akkor nem értettem, hogy nem lehet légkondid, igen. Oda ugye kurva nehéz, mert a kábelezést megoldani nem egyszerű. Nincs rá pénz. Nincs rá pénz. Most, és most kiderül, hogy mennyire nincs rá pénz. Úgy néz ki, hogy a kormány rendelete az energiahivatal két rendelete alapján a versenypiaci költségeket tükröző, a lakossági fogyasztó által fizetendő, forgalomarányos, rendszerhasználati díjakat tartalmazó bruttó földgázárat idén augusztusra és szeptemberre 21.416 forint per... Mi ez meg a zsúl? Mi van odaírva? MJ. Az. Jó, míg október és decemberre 22.000 és 2 forint per megazsúl szinten határozzák meg. Na, nagyon remélem, hogy ezt leírják lentebb, hogy mi a faszamat jelent, mert én őszintén megmondom, egy kibaszott szót sem értek ebből. Az MVM honlapján található adatok szerint, nézzük az MVM honlapját. Bajló, de szemét vagy. Ó, bazd meg... Annyira kibaszottul gyűlölöm azt az oldalt, amire rákattintasz, és meg se nyit egy oldalt, hanem letölt valamit azonnal. Nem szívesen nyitja meg az ember. Az itt a pályró, hogy amekkora az a stúdió, az egy ételhordó lift. Elkizetod? De engem lesz... Hogy benne ülsz, ilyen picike kis név ott ül benne a pici ételhordóba, néha beraknod melléd egy társpagettit. Az kellene, hogy nem sémeljük a stúdiómat, jó? Jó, ez egy olyan mentes kép, hogy hát a függőnél egy kurva nagy kép, így beton egy tányért. Na, oké, szóval. Na. Melyik oldal ez? Egy-két origómi? Nem, én most a Telexet olvasom, de közben itt van egy, itt van egy másik, itt van a, itt van a lényeg. Na mindegy, mindjárt átmegyünk az egészen. Az a baj, hogy én összekeveredtem, mikor ugye volt egy index, majd az tönkrement, hogy mi a szar volt azzal, majd utána én úgy döntöttem, hogy nem akarok többé semmit olvasni a magyarul, és akkor nekem onnantól el van veszve, hogy most mit csinál az Origo, a HVG, a kicsit most már így out of the loop vagyok ebből a szempontból. Tehát azt tudom, hogy az Origo a megvett hír. Yes? Igen. Yes. Nem, és a nem, Telex ez nem így van. Azt számol be hitelesen azokról a dolgokról, amiről úgy ítéli meg a kormány, hogy a népnek... Hát azért mondtam, hogy mint egy információra van szüksége. Mert érdekes módon ugye egyszer nem hozták le, hogy ott volt, ahol nem hozták le, hogy egyszer se tüntetés van. Hanem azt lehozták hozták, egyébként hogy... később, jó? Lehozták, hogy betépve grillezünk az Erzsébet hídon, mert adócsalók vagyunk, úgyhogy ez nem igaz. Értem. Jaj, de jó. Nem tudtam, hogy ez egy ilyen minőségi lap. Jó, akkor köszönjük szépen a Omega Lul Rigó. Igen, ez de viszont át lehet nevezni a lapot már is, Omega Lurigóra, és jó, akkor a Telex az, amelyik independent? Tudok magyarul is, csak nem fog be úgy beszélni, mert... Hát attól függ, hogy mit nevezel függetlennek, tehát hogy a Telexet azt valójában közösségi finanszírozásból tartják fent, meg hirdetési pénzekből, illetve kapott ilyen pénzinjektációt is a hanyatló nyugatról. Le, hogy a kormány bevezeti az Origo, a kormány bevezeti a lakossági piaci árat, ami jóval alacsonyabb, mint a versenypiaci ár. Ez tényleg, ezt valaki tényleg nem olvasta át és lehozta, vagy? Ez nem igaz, nem, ilyet csak nem hoz le. Bár aztán mit tudom én. Na,
A 2523 kWh per év fogyasztásig 36 forint marad az ár. Ez a rezsicsökkentett kedvezményes ár. E feletti fogyasztásnál 70,1 forint per kilovattóra. A valós piaci ár egyébként 268 forint lenne, de a lakosság nem ezt a valós piaci árat fizeti, hanem a 70,1 forintot. Most két helyről olvasom már, úgyhogy... Gázmal 1020 versus 747, azt ír Lefty. Igen, tehát hogy a gáz ára az hétszerese. Az, amire nem találok itt... nem találok itt választ, az az, hogy a szolgáltatás árát azt fel fogják-e szorozni. Mert ugye az eredeti cuccban nem az volt a probléma, hogy nem az volt a probléma, hogy a piaci árat kell fizetni, Isten igazából, hanem az, hogy a kormány megnézte, hogy a piaci ár és a rezsicsökkentett ár között mennyi a különbség, és utána fogta magát, és a piaci árát a terméknek, aha, illetve a szolgáltatás árát is felszorozta a különbözettel. Úgyhogy ez az, ami nincsen meg, hogy, hogy hogyan fog ez kinézni. Mert engem igazából ez kell, hogy a szolgáltatásért is ennyit fogok-e fizetni. Hát én nem tudom, hogy mi az lenne biztos, igazából a megoldás. Mit tudunk csinálni? Vagy hát nem mi, hanem mi ezin ország mit tudnánk csinálni? Az éjszakai áram az marad, az éjszakai áram az 23 forint per kilovattóra lesz a fogyasztásig, aztán pedig 62 a nem kedvezményes. A háttarifa korlátlanul fennáll 36 forinton. A földgáz az úgy fog kinézni, hogy 1729 köbméteres éves fogyasztásig, ami 144 köbméter per hó fogyasztásig marad szintén a kedvezményes tarifa, 102 forint köbméterenként. E felett 747 forint per köbméter lesz az új lakossági ár, a valós versenypiaci ár pedig 1020 forint lenne. Figyelj, mert még azon gondolkodtam itt például az áramnál, hogy azt felviszik, és ez nem lesz gyanús, hogy a... Hát eddig ugye csak a 8-kerben láttunk ilyen anomáliát, meg ugye a telepeknek a nagy részén, de most már egyre több helyen lesznek random, gyanúsan lelógó kábelek a nagy vezetéken. Tehát, hogy az áramlapás innentől, mint a kábolyok úgy fognak bepörgetni minden reggel a felfele a vezetékre. Tehát, hogy ezt... ezzel nem oldottunk meg igazából semmit. Jó, de Tédeusz és Pihepuha Ágyikó, ő megoldotta, mert Tédeusz ajándékozott egy szabot a rezsicsökkentésnek, ez igazából basszus, ő egyedül megoldott. Magdi pedig sokkal előrelátóbb, ő azt mondta, hogy a hajléktalan milliárdosnak ajándékoz egy szabot. A Twitch milliók. Azt írja Kim egyébként, hogy semmi nem gyanús ebben az országban. Még szerencse. Ezek a miskolci kábolyok. Így szokta, a telep mellett így lehet látni a miskolci kábolyokat. Onnan, hogy megy a vezeték, és akkor random ilyen fém, ilyen drótok rógnak le a vezetékről. A miskolci kábolyokat onnan lehet felismerni. Engem az érdekel. Nem akarok rasszista lenni, de azért mondom csak, hogy, tehát, hogy ez csak az lesz, hogy több lesz a káboly. Több lesz a vezetéket fogó kábboly. Jó, nyilván ezt normális városban meg ilyesmi nem tudod megcsinálni, de ugye vannak olyan telepek, mint például ugye Pesten is van az az egy-két kerület, ahova nem megy be a rendőr se például, tudod. Tehát, igen, Putyin pincepókjai. Azaz. Mi a fasz? Nagyon jó. Mi a fasz? Szóval ebből nekem nem derül az ki, ja, meg bocsánat, megmarad a nagycsaládos kedvezmény, ami a kormány számítása szerint 300 ezer nagycsaládot érint. 3 gyereknél 600 köbméterrel emelkedik, 4 gyereknél már 900 köbméterrel, 5 gyereknél meg további 300 köbméterre a fogyasztási limit, és így tovább.
Én nem tudom, hogy mennyi kell ahhoz, hogy megsüssél egy gyereket. Remélem semmi. De ez talán elég. Mi nem családi házban lakunk, hanem egy kertes házban lakunk. Megmondom őszintén, hogy nem néztem meg még azt, hogy mennyit fogyasztottunk. Egészen addig én nem akartam sokkolni magam, ameddig nem tudtam, hogy fog ez a végén kinézni. De még arra nem kaptam választ, gyakorlatilag hogy reménykedni tudunk, hogy nem lesz katasztrofális. Hát a fasz tudja te. Valószínűleg, hogy áramot biztosan az alap fölött fogyasztok, úgyhogy nincs több Fidesz a háttérben, eladom a lámpákat. Az biztos, hogy azt átlag fölött fogyasztom. A gázban nem vagyok teljesen biztos, mert le van osztva. Nem volt pénzünk átállni áramra. Oh. Meg napelem. Nekem indukciós főzőlap. Amire rárakod a rendelt pizzát. Mondjuk igen, azt akartam mondani, hogy ebbe kiismerült a rezsicsökkent. Kiismerült a rezsicsökkent, és helyette fogyasztok majd egy kilowatt áramot, amikor bekapcsolom a power gombot rajta. Igen, a az MTI tudósítása szerint Németh Szilárd rezsibiztos. Rezsibiztos? Vagyis, hogy... A kábolyoknak az ellensége, a rezsi serif, igen. Itt szeretném, hogy mostantól Németh Szilárdra E.ON a profiként hivatkozzunk. a rezsi serif. Na igen, tehát azt mondta a biztos úr. Igen, tusványosan jelentette be az új árakat a sajtótájékoztatójáról, a faszomat már. Tehát a főispán úr azt mondta. Főispán úr azt mondta, hogy a Telex jelenlévő munkatársait nem tájékoztatták, arra nagycsaládos, arra nem kaptunk meghívót, és arról is beszélt, megmarad a gázfogyasztásra a nagycsaládos kedvezmény. Tehát, hogy a Telex nem volt hivatalos. Nem volt hivatalos erre. Hajléktalan vendéglátós. Na ez már sokkal jobbnak tűnik egyébként. Én nagyon-nagyon szívesen megyek vissza vendéget látni, hogyha arról van szó. No joke, Alex, leporoltam a CV-met, és belevezettem azokat a dolgokat, amiket nem vezettem bele az elmúlt 10 évben, mert nem nagyon volt rá szükségem, mert adtak körbe, mint a részeg lányt az Alfa Kappa bulin. Úgyhogy kénytelen. Mint a urológiás papírja, igen. Igen. Úgyhogy leporoltam a CV-met, és a következő hetekben pedig így szét fogom küldözgetni a világba olyan embereknek, akiknek... Hát így nem kapok hány ingert, hogyha ott kell dolgoznom. Tehát, hogy most már nem az van, hogy ezt is szeretném csinálni, meg ezt is szeretném csinálni. De mi van a CV-dben, hogy így mester ilyen tudok D&D-zni? Mesteri D&D-s vagyok. Hát igazából az... A legjobb Game Master, igen. Ennyi. Amit az elmúlt, mit tudom én, 15 évben a gamingben csináltam. Tehát, hogy ott azért bejártam egy-két karikát. Kijátszottad a Half-Life 2-t, ezt azért írt bele. Az benne van, de az egy sokkal régebbi dolog. Hát de ott most még ott tartasz, hát majd felzárkózva te is. Majd... Jó, nem. Húha, ez így nagyon megfusztatni a Nintendo 64-es játékokon. Hát figyelj, egyébként Simdo... szerencsét hozzám. Köszönöm szépen. Simdo úgy van, hogy az év végén van elszámolás elméletileg. Tehát, hogy mivel hogy egy éves keretet állapítottak meg... Tarkov streamer vagy. Ja, írd bele, hogy ízi hot tub streamben második voltál az elmúlt hónapban a top listán. Az van, hogy nem tudom, hogy mikor zárul itt az év, gondolom, ha mostantól kell fizetni, én nem is tudom, hogy mikor kaptam az elszámoló számlát, de nagyon úgy néz ki, hogy az év végén lesznek meglepetések, és nem most lesznek meglepetések, hanem az évig. Amikor jön az apró betűs rész, igen, Magus. Ja.
Hát figyelj, nem tudom. Remélem, mondom, én csak reménykedni tudok benne, mint ahogy te reménykedsz abban, hogy Magyarország majd egyszer még normális ország lesz. Én nekem is vannak ilyen eper felhőcském, én is reménykedem benne, hogy nem lesz nagy baj télen. De ezt most mondom úgy, érted, hogy vettem bazd meg pont most egy hónappal ezelőtt egy 1,2 kW-os tápot a gépembe. Lehet, elég lett volna 300 watt is. Vettem van egy ilyen Windows 98-os konfigot. Azt el vagyok egy 250 wattos táppal, érted? Streamelni nem tud, de dugjuk el 3D-t bármikor ki tudom benne rajta vinni. Hát, ja. Na, én nagyon várom a délutáni híreket, ezek a most bejelentett hírek. Én nagyon várom azt, hogy valaki ezt lefordítsa nekem ügyesen. Mert megmondom teljesen őszintén, hogy nekem ez igazából semmit nem jelent az ég egyet a világon. Tehát én ebből annyit tudok levonni, hogy ha túlfogyasztasz, akkor az áramnak a dupláját, a gáznak pedig a hétszeresét fogod fizetni. I guess that's fine. Az a kérdés, hogy a szolgáltatás díja, az hogyan fog kinézni, én nem látom ezekben a cikkekben azt, hogy a szolgáltatás díját emelni fogják-e, vagy nem, vagy hogy azt is felszorozzák-e ügyesen, hogyha túlléped. Mert ez érdekel, mert ez adja ki azokat az iszonyatos összegeket, amikről beszéltünk. De hát majd látjuk. Majd látjuk. Figyelj, mondom... Hidegben nem jó tüntetni. Nagyon jó hidegben tüntetni. Gyerekek, tehát hogyha nem tudod kifizetni a novemberi számládat, akkor azért mész ki tüntetni, mert tök mindegy, mert otthon is ugyanolyan idő van. Hát nem, mert hogyha azért bemész itt tömegbe, ott azért egyrészt melegebb van, mert fűt mindenki. Ja. Másrészt, hogy ugráltok, ordibáltok, az is azért kicsit fűt. Ja. Úgyhogy én ha novemberben nem tudok fűteni, akkor nekem muszáj lesz kimennem a parlamenthez. Begyűjteni, hát én Gulyás Gergőre vagy Szijjártóra gondolok, mert ugye kitakarítatjuk a kályhánkat, és valamelyikért muszáj kimennem, mert azt megígértem, hogyha a gyerekem fázni fog, akkor ja, igen, az akkor Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc égő. Hát igen, azt azóta nálam top klip egyébként. Igen? Igen. Tehát az a visz, ha valaki megnézi nálam a klipekből a top 30 date, akkor te vagy kb. A második. Ezzel a kijelentéssel kit akarsz felgyújtani, meg kit nem. Télen. Jogos. Nincs nekem ezzel semmiféle problémám. Hogyha arról van szó, hogy a kislányom jól legyen, akkor Isten igazából nem fogok válogatni az eszközökben. Ezt megígérhetem. Regi Szilárdot megesszük. Eona profit. De azt úgy, de őt úgy, mint a South Parkban volt az a rész, amikor ott maradtak télen így áram nélkül, és így már egy órán belül megettek valakit. Mert úristen, éhen fog halni. Igen. Órán belül megettek valakit. Itt is így lesz. Jaj, úgyhogy. Nem tudom, hogy olvastad-e. A legfrissebb adatokat arról, hogy hányan mondtak fel a rendőrségen. Ugye május... Várjál? Nem, várjál. Nem, nem vágom. A július 14-éig hány rendőr mondott fel? Na, mennyi? De mikortól? Május végétől július 14-éig. Tehát, hogy egy másfél hónapig. Igen. Ugye, amikor, mert ugye a vészhelyzet alatt ugye nem mondhattak fel se a rendőrök, se az egészségügyi dolgozók. 559 hivatásos állományú rendőr mondott fel. 559. Az azért az magyar viszonylagban sok. Az nagyon sok. Most így gondolkodtam, hogy jó, nyilván egy 300 milliós országban nem sok, de itthon azért 10 millió ember, 9 millió emberből azért sok. Nem tudom, mennyi rendőr van Magyarországon. Rendőrök száma Magyarországon.
600. Simba. Dolgozók száma kb. 50 ezer fő, de ebben benne van az aktatologató is, meg mindenki. Tehát akkor bontjuk le, akkor egy 20 ezeres tömegből elment 500, ami az jelentős, egy meglátszik egyszer a papíron, az biztos. Yes. Hát az egy városnyi szerintem. Tehát szerintem összesen Miskolcon. Az egy nagyvárosnyi, én azt mondanám. Az egy nagyvárosnyi. Rendőr, aki köszöni nem, és ugye már így sem voltak elegen. Tehát, hogy a rendőr szakma az így sem a legkedveltebb dolog a földön. Én azt gondolnám, persze, hogy nem rendőrök, hisz mind lovagok lesznek. Köszönjük szépen, Luffy. Vágom, most esett le, hova bazd meg? Mennyi rendőr lett azóta? Nem sok. Tehát az a nélkül, hogy most több ment el jóval, mint amennyi lett új. Tehát mínuszban mennek éppen. A rendőrbácsik nem tudnak megbüntetni, aztán 20 ezer forinttal legkenyerezem őket, az tök jó. Andrásnak mindkét szülője rendőr. Én nagyon szeretnék egy most leszerelt rendőrrel beszélgetni, úgyhogy ha van valakinek ismerőse, akkor én nagyon-nagyon szívesen beszélgetnék velük egy kicsit vele egy kicsit erről, vagy bárkivel egy kicsit erről, aki rálát erre, mert ugye azért sok savat kap a rendőrség, hogy nem állnak a tüntetések oldalára, hanem védik ezt a rezsimet, és a másik oldalról viszont én azt gondolom, hogy egy rendőrnek is sincs nagyon sok játszótere, amikor otthon van egy kisgyerek, meg a felesége. Na, akartam mondani, és ez jó duma, csak ilyen... aztán ha kibasszák, akkor ott fog be az egész család, meg mindenki. Tehát, hogy... Igen, tehát hogy ahogy ha én mostantól abba hagynám azt, amit csinálok, akkor igen. Lehet, hogy nekem egy kicsit egyszerűbb lenne elhelyezkedni, mint egy rendőrnek, aki felmond, és valószínűleg eléggé meg is fogják nehezíteni a dolgát. Figyelj, megtaláltuk a rendőrt, akiről kerestél. Igen, én RP szerveren voltam rendőr, tudok jönni. Na, hát figyelj, nagyon, nagyon, nagyon szépen köszönjük. Hogy itt voltatok. Nincs itt hiány, úgy látszik. Fel vagy véve. RP szerverről fognak felvenni új alkalmazottakat tüntetés előtt a rendőr. Főzök egy kávét, Alex. Addig meséld el kérlek a kedves embereknek, hogy... miért az Alexovis csatornán elköltött prime, illetve normális szab az, ami a legjobb befektetés lehet a következő időben? Mert 0% TLM-es használt szab. De azt is tett hozzá, kérlek, hogy a szláv cosplayed az... Nikita cosplay, nem szláv, Nikita. Elmények addig kávét főzni, ameddig ő ezt kibeszél. Hagyjál egyedül megint. Ezt csinálja, szeretem. Podcastelünk is, akkor egyszer csak tudod mit? Most beszél magadba 10 percig. Hát jó, bazd meg. Azt én vagyok, az autista, érted? Ha fordítva lenne, még azt mondom, hát jó, a David tud be egyedül beszélni. Én ugye ilyenkor azt szoktam csinálni, megszeppenek, és sírok, és anyukámat szeretném. Majd valakit megkérek randomra, hogy fogja meg a kezemet. Hát igen. Nyasgen, főzök egy kávét. Ezt csinálja, és akkor utána... De előtte még beszól, hogy Nikita cosplay ezek. Mert ez az egyetlen bónó volt most tiszta. Ma fogok megint mosni. Amcsi rendőrnek elég. Hát elég, hogyha szeresz lőtérre járni. Akkor is felveszek az amcsi rendőröknek, mindig csak lőj. Hát ott most így nézegettem ilyen videókat, YouTube-on azért van fent elég sok ilyen police activity, meg ilyesmi. Hát és néha bazdmeg annyi van, a csávó jön egy szatyoros, agyon lövik bazdmeg, de én még ilyet nem láttál. Tehát úgy lövik agyon, hogy csávó bazdmeg könyörög az életéért, közben van egy fehér zacskó,
pánikol, ugye, mozog, mert tartanak rá azok három pisztolyt, és akkor kiderült, hogy a food grabos, mit tudom én, milyen csipotlés szendvics van a szatyorba, azt szétjuggatták a csávót miattam. És ez ugye azért érthető, mert nyilvánvalóan, hogyha egy olyan országban élsz, ahol mindenkinek van fegyvere, akkor nyilvánvalóan elkerülhetetlen, hogy te non-stop és stressz helyzetben legyél, hogy ó, bazd meg. Hiába szólítam meg ezt a csávót, ha egyből elkezd gyanúsan viselkedni, simán van, hogy rám lő. Tehát ez egy, gyakorlatilag egy ilyen Tarkov szituációt hoz létre, hogy hiába viglizünk egymásnak. Várjál, így van, nem? Hiába viglizünk egymásnak, attól függetlenül még simán lehet az, hogy a végén belém durrant a szkev, hiába beszéltük meg, hogy együtt megyünk ki. Így aztán ugye mindig van egy ilyen, főleg itt ugye, ha amikor az életedről van szó, akkor ugye van egy ilyen, mint egy nagyobb lútot vinnél ki, ugye van egy izgalomfaktor, hogy így ajjaj, talán nem kockáztatnám meg, és akkor ugye nyilván előre kezdenek előni, mert tököm se kockáztat. A shakeboxban több mindent ki lehet vinni, de én inkább arról beszélek, tehát egy igazi szituációba átnézve, én értem azt, hogy miért kell minden megmozduló sörös dobozra rálőni egyből, mert ugye mindenkinek lehet fegyver a zsebében. Na most, ugye most arról beszélek, hogy a police activity-t szoktam néha nézni, és ugye Amerikában elég akkor is felülnek, ha rá tudsz lőni valamire, mert ott ugye a legtöbb szituáció úgy van megoldva, hogy gun! Csávó izéles. It's a gun! Swiss cheese lesz a végére a csávóból, aki csak random arra sétált, érted? Még az is kihajukatva. Leadott 73 figyelmeztető lövést a koponyájába. Hát de volt egy ilyen a csávó, hát, fejben nem lették. Nem figyeld, néztem, tudod, ilyen policecam videó, néztem, túlsztartott a csávó, az egyikük fejbe lőtte, tehát lehetett látni, füstölt a feje. Általában nem jön ki egyébként hátul a 9 mm, hanem benemred a fejedbe, tehát ezért nem olyan véres, így ezt lehet mutogatni. Ezt tök jó tudni, nagyon örülök, hogy ilyenek tudatában vagyok. Tehát fejbe lőtték a csávót, lehetett látni, ott kicsit össze is csuklott, még ott az ideg rángatta egy darabig, de közben a többi 12 rendőr, akik ott ültek, miután a csaj elszaladt a túlsztartótól, konkrétan szerintem mindenki darabonként féltárat belelőtt a Glockból. Tehát az egy ilyen jó 12 lőszer per ember, ott voltak vagy 20-an. De komolyan, a csávóból azok szerintem nem maradt semmi. Ott konkrétan úgy kiugatták, hogy el is lehetett szórni a hambakat abban a pillanatban. Tehát, hogy kicsit túlzás sokszor. Melyik csatorna ez? Rengeteg van. Én annyit... Egyszer meg... Tehát mondom, hogy történik ez a YouTube-on. Valami poliszkemes videót megnyitok a Redditről, hogy megnézem YouTube-on, mert a Redditnek a videoplayere egy rakat szar, majd megnézem YouTube-on, és onnantól kezdve minden nap fog nekem ajánlani a YouTube egy poliszkam videót. És onnantól kezdve, ha mindegyikre rákattintok, mert nekem van kitalálva ez az algoritmus, ugye? Meg... De pontosan tudja a YouTube, hogy mit akarok, olyan, mint a ilyen igazi démon, érted? Pontosan tudja, mit akarsz, és úgy fog csak, gyere, kattints, rendőrségi videó, gyere, ó, még ilyet nem láttál. Na és... Nagyon én jó, úgy megtanítottam a YouTube-ot, Geci, de úgy megtanítottam a YouTube-ot. Jó, mondjuk magyar videót már nem kapok. Tehát, hogy az sikerült kiganajászni azzal, hogy mindegyiket diszlájkoltam. Elnézést kérek előre mindenkitől, de mindig azt csináltam, ha jött egy, akkor diszlájk is, akkor vissza. Egy idő után ne csináljatok ilyet, gyerekek! Nézzétek meg, most bár, csináltam Dave, új társasjátékos videót. Nagyon Dave. Jó, nagyon szuper, ám... Dave, ne csináljunk ilyet! Hogy... Dave, ne csináljunk ilyet, mert ki látja? Ha? Ki látja, hogy diszlájkoltam a videót, na? Ja, na? Én! Nagy agyidő! Én látom! Te látod, igen, de nem neked szól. Ja.
Nagyon idő. Ez olyan, mint a Linus-ék mostanában azt szokták csinálni, hogy lájkoljátok a videót, ha nem tett, vagy diszlájkoljátok, mert úgyse látja senki. De igazuk van egyébként. Ez egy tök jó feedbacket vettek el a YouTube-ról eddig. Tehát nem egyszer botlottam most bele abba a mémbe, csak igaziból, hogy baszik, egy tutoriált szeretnék nézni, és nem tudom eldönteni, hogy jó a tutoriál, vagy nem, mert nincsen dislike bár. Így aztán nem tudom, hogy jó lesz ez a végén, vagy nem. Kommentekben így szokott lenni ilyenkor, hogy a legelső, hogy ez a dislike gomb, szerintem a tutoriál szar, és akkor ugye a legfelső az a top, akkor általában szar. Csak hát ugye ez sokkal könnyebben meg lehetett ítélni eddig. Nem tudom, minek kellett ezt elvenni. Nem értem. De igazából egy kicsit le is szarom. Tehát ez a YouTube, nem tudom, hogy hogyan működik most igazából. De elkezdtem utána nézni, hogy tudod, ilyen what's the newest shit on YouTube, ilyen szakértő emberek, akik folyamatosan figyelik az algoritmust, és érted, rárakják a péniszüket a monitorra, és már abból érzik, hogy milyen címet kell adni, meg hogy mennek épp a livestreamek, meg megéri-e sortokat csinálni, meg mit tudom én. Mert nyilvánvalóan, hogyha szeptember 1-től én nem találok valami megoldást arra, hogy ezt tudjam úgy folytatni, hogy rentábilis maradjon, akkor nekem el kell mennem visszaintegrálódni az úgynevezett munkaerőpiacra. És ha én visszaintegrálódok a munkaerőpiacra, akkor sajnos a tartalomgyártás emígy formájában nem fog tovább működni. Ez majdnem teljesen biztos. És onnantól de kezdve igazából jöttem, mi? Egy platform az ami kinda maradhat. De jókor jöttem. Na, jókor jöttél, fiú. Legjobb. 8 hónapot osztam, ha mehetek is. Még legalább egy évem legyen már. Most tartunk a 10. hónapnál. Legalább egy évig hagyd streameljek. Bocsánat, egy keresztkérdést hadd tegyek már fel, ha már itt vagyunk egy páran. Az, hogy csökkentették a sub árát IP alapján, ugye erről azt ígérték, hogy sokkal többen fognak feliratkozni. 10-ből 10 tartalomgyártó elmondhatja nektek, hogy ez obviously nem így van. Semmi nem történt. Az a kérdésem van, hogyha te feliratkozol $3, feliratkoznál $5 is? Ez a kérdés. Csak egy igen vagy egy nem. De van erre egy szavazás. Úgyhogy csinálok egy... Indítsunk meg egy polt. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Én is indítok, meg indítsa te is. Jó. Tehát mi legyen a kérdés? A kérdés az legyen az, hogy feliratkoznál... $5, ugye? Vagy €5? Euró, nem? Mert hogy... 5 pénzért, vagy csak 3-ért. De... És akkor 5-ért is, csak 3-ért nem iratkoznék fel egyébként. Nekem az lesz, hogy nem szeretlek amúgy se. Ja. Na, nagyon. Háromért, és nem szeretlek amúgy se. Ez nálam a 3 opció. Feliratkozások száma is, számától is függ szerintem. Az én feliratkozásom nem egy anyagi veszteség, de aki mondjuk 10 helyre van feliratkozva, az lehet elgondolkozik. Ja, ez benne van. Ne indítottad a tiédet? Aha. Jó, én is indítom a... Nagyon kíváncsi vagyok, mert nem tudom, hogy ez hogyan működik. Tehát, hogy nálam igazából ez nem... Most tudom, nem, hogy Fanny, nem szeretlek amúgy se válasz, de az jelenti, hogy nem iratkoznál fel. Most így próbáljuk komolyan venni, légy szíves. Ja, csak azért mondom, nagyon sok kezdet lenni. Én direkt ezért nem vicceltem, hogy ne az legyen, hogy túlságosan... De tényleg, mert érdekel, hogy... Na. Hogy mi a... Mi lesz az outcome? 5 ér is már csak akkor, ha vetkőzés van, meg tudom oldani. Tehát ilyen ne akadjunk.
Neked hány percig megy a poll? Én 5-öt választottam, mert... Én nem tudom, hogy mennyit választottam, de úgy látom nem 5-öt, szerintem a 3-at. 3-at, 3 az alap. Ja. Szóval azért érdekes ez a kérdés, mert most olvastam egy cikket nemrég erről, hogy a Twitch-es változások, azok hogy befolyásolták a feliratkozó számokat, illetve a felhasználó számokat. Mert a Twitch-nek a felhasználó bázisa iszonyatosan lassan nő, már-már stagnál, Magyarországon pedig stagnál. Tehát, hogy az, hogy te full-time Twitch streamer legyél Magyarországon, aki nem foglalkozik semmi mással, annak nagyon-nagyon-nagyon kevés a valószínűsége. Nem jön ki a matek. Tehát, hogy effektív nem jön ki a matek, srácok. Nem. Hát én azért is mondom mindig, hogy én nagyon örülök, mert nagyon sokat segít, de ennek ellenére muszáj egy-két napod munkával foglalkozni, mert egyszerűen nagyon szívesen csinálnám full time, de oh, 402 lett nem tudom sajnos. Most iratkozzatok fel. Gyorsan. Na, ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Nekem és... mi lett az outcome? Már nem nagyon jönnek szavazatok, tehát szerintem nálam ennyi volt a... Mi a... A 46% azt mondja, hogy 5-ért is, 18% azt mondja, hogy csak 3-ért, és 37% mondja az, hogy ő egyébként sem iratkozna fel. Szinte ugyanez van nálam is. Tehát aha. Magyarul semmi értelme nem volt ennek a hármas fosásnak, csak konkrétan mindenki kevesebbet kap bele. Köszi Twitch! Köszi, jó na. Volt! Király volt! Megértem. Mert hogy igazából ugye nyilván Magyarország egy statisztikai hiba, tehát hogy az a 6000 ember, aki Magyarországon egyidejűleg Twitch-et néz általánosságban, velük nem kalkulál a globál Twitch. Igen, viszont azt elmondanám, hogy azért nagyobb streamerek, mint például pont azt hiszem Ludwig meg stb. Mondták azt, hogy semmit nem csinált. Ja, ebből is született a cikk. Na mindegy, szóval csak... Nem csak nálunk látszik meg, igen. Az a lényeg, hogy a csak közösségi finanszírozásból fenntartott tartalomgyártás Magyarországon nem működik. Twitchen különösen nem működik, mert ugye passzív jövedelmed, mint olyan, igazából a Twitchen nincsen. A YouTube-on mondjuk még pont van valamennyi ilyen apró pénzes. Nem tudom, hogy mennyire apró pénzes lenne, hogyha az ember komolyabban csinálna. De azt bele kell számolni, hogy ez sok ember számára a külső dílek nélkül egy teljesen fenntarthatatlan vállalkozási forma lenne, és hogyha én szeptembertől nem tudom kiszámlázni a külső díleket, akkor innentől kezdve kuka-muka, kuka-kuka, kuka-muka. Mert akármennyire is engem morálisan az adócsalás semennyire nem zavar itthon, mert... Mm-hmm. Mert szét fogják lőni egy hónap múlva a Duna egén, bazd meg, az adómat. De 10 évig nem fogjuk tudni pontosan, hogy mennyit. Úgyhogy ez... Mondjuk most bejelentette több város is, hogy no. Igen, több vidéki város is lemondja. De a budapesti... A budapesti, amit úgy hirdetnek, hogy Európa legnagyobb tűzijátéka lesz, annak 10 évre titkosították. Mondjuk azt tudni kell, hogy ott azért az egy turisztikai látványosság az a tűzi játék ott a hídnál, tehát az szerintem az hoz bevételt is azért, amiből mi nyilván nem látunk egy fülés. Ne arra, hogy de... Nem, csak mondom, hogy abban látok relációt, de nem, van az nem a... ezzel a kormánnyal. Hollandán, angol ember, de jön azért, hogy figyelj, 20-án olyan tűzijáték lesz, hogy összeszarod magad. Amúgy van. Úgyhogy... Amúgy van, bazzeg, ne tudd meg. Valaki. Rengeteg turista van a tűzijátéknál, ott a Margit hídon.
Ők azért jöttek ide, vagy itt vannak, akik... Valószínűleg azért és... jöttek ide, de ezt, nyilván ezt nem, csak a seggemből húzom elő. Csak a faszom az, aki utazik egy métert is egy kibaszott tűzijátékért. Jó, és ki az, aki direkt oda megy mindig nyaralni, ahol valamilyen katasztrófa történt? Ilyenek is vannak, rengeteg ilyen ember van. Jött a cunami, a katasztrófa turisták baszik, egyből elömlötték a várost. Hát most... És az hátam közepére kívánnám bazzeg ennyi halált látni. Konkrétan egy traumatikus élmény, ezek meg juhú, tsunami, 4000 halott, és tehát, hogy már megy is a kis murtis autóval befele, anya, nézd, hiányzik a bácsi feje. Tehát, hogy tehát, érted, van ilyen is. Na, akkor jöjjenek majd ilyen október közelében. Jöjjenek és euróba fizessenek mindent, légy szíves. Azt kellene tudni. Úgyhogy nem, abban látok, ennyi fantáziát látok benne, hogy ott a turizmus miatt valaki szeret, hogyha főleg így van hirdet, vagy a világ legnagyobb tűzi játéka, ami nagy bullshit egyébként valószínűleg. Van benne valami elképzelés. Nyilván nem ezzel a kormány, mert valószínűleg bármi plusz jönne belőle, az egyből fel is szívódik valahogy. Ezért nem is tudunk róla, de... Nem, a turisztikai részével én megmondom őszintén, hogy nem voltam tisztában, mert értetted, hogy nyilván ez generál a 1500 forintért kürtős kalácsot a Duna melletti kis... A Duna melletti, igen, a Firework Shop. Igen, a bármilyen turistrepnek, és az valójában pénz a magyar gazdaságba, obviously. Ettől függetlenül nem vagyok egy gazdasági szakértő továbbra sem. De az zombi, nem is a tűzijáték miatt jönnek, hanem augusztus 20-án miatt jönnek, mert vannak jó programok. Na, én úgy gondoltam el az egész, hogy mint egy egész package, hogy ilyenkor nyilván innentől kezdve, mikor már van egy ilyen turisztikai szempont, akkor mindent köré kell pakolni, és akkor Magyarország jobban teljesítene, ha összeszedné magát. Nyilván, mikor arról van szó, hogy 40-szer annyiba kerül a tűzijáték papíron, mint ami utána a bevételt hozott a turistikai bevételből, hát nem tudom, igazából. Csak reménykedni tudok, hogy ez valahol egy jó ötlet volt annó. De most elbizonytalanodtam. Én az a helyzet, hogy teljesen biztos vagyok benne, hogy ez nem hoz annyi pénzt, mint amennyit ellövünk rá. Lehet. Simán. Amikor tönkre basszák az adórendszert, amiben dolgozok, és ezzel mint egy ellehetetlenítenek, emellett a beígért rezsi csökkentést azt eltörlik, és különböző ügyes tippeket és trükköket csinálnak. Tips and tricks, hogy hogyan lehet spórolni, meg vízstopp van egyes városokban, akkor én azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell milliárdokat költeni erre. Ezt én gondolom, gondolhatja mindenki úgy, ahogy akarja. Én azt gondolnám, hogy lehetséges, hogy valahol máshol is jó helye lenne ennek a pénznek. De, és hogyha ebbe gondoljunk bele, hogyha a kormány nem lenne meggyőződve arról, hogy igen, ennek a pénznek lenne máshol is helye, akkor lehet, hogy nem titkosítanának 10 évre semmit ezzel kapcsolatban. Főleg nem azt, hogy mennyibe került egész pontosan. De hát ki vagyok én? Senki. Literally. Bocs, az off-topic, de Smile írja. Na, visszajöttem, Alex, köszi a Poliscam valami, Poliscam videókat, valami durva dolog, amúgy picit rosszul mozdott, shots fired. Na, látod? Ennyit az algoritmusodról. Tehát innentől kezdve a YouTube csak is Poliscam videókat fog mutogatni. Na, bocs, nem akarok. Csak. Nem akarok ilyeneket látni. De hát, csak egy-két embert agyon lőnek, és akkor mi van? Én Miskolcon születtem. Nem kell lemutolnod magadat, én tudom, hogy feliratkozókhoz is szoktál beszélni. Ez előtte ja, nem kell titkolni. Ja, csak ezt gondoltam. Figyelj, én nem... Éppen egy mondat közepén volt erre, Alex. Én nem fogom, soha nem mondanék olyat, hogy picit irigylem, hogy nálad már 40 ember feliratkozott a stream alatt, nálam meg egy. Picit fáj,
De... Ne aggódj, nem így történt. Alexom, ne aggódjál semmi miatt. Nagyjából ugyanakkor fogunk éhen halni. De az én, de Csaunak a feliratkozása igazából 40-szer annyit ért. Az én szememben. Mint 40-szer ért annyit, mint a... Mint... Hát most azt mondanám, mint a té, de nem, mert ugyanannyit ér így a szem. Igazából csak... Csak, ó, oh, de ó, oh, na, no, de Pornhub megszánt egy Prime-os szabad. Na, és én be is mondom, kérd, látod, nem mutlom le magam, köszi, Pornhub, baszod, Nem, tényleg szépen köszönöm. Így működik az élet. Sanyi, neked úgy is. Néz ki, képzeld el, Alex. Neked is puszi a papódra. Igen, bocsánat. A múlt héten? Nem, ezen a héten ugye volt a Várban a tüntetés, és kimentem, nyilván a legszomorúbb dolog volt a földön, de kimentem, és arra gondoltam, hogy ha nem is döntünk ott kormányt, annyian, ahányan általában a streameket nézik, akkor is legalább ott vagyok. És amikor rájöttem, hogy ebből aztán az égvilágon semmi nem lesz, csak végtelen mennyiségű szekunder szégyen, akkor arra gondoltam, hogy profitáljunk ebből azért valamit, úgyhogy meghívtam két momentumos képviselőt is beszélgetni, illetve a párbeszédes Jámbor Andrist, aki ugye a tüntetéseket szervezi. Ja, és eljönnek? Úgy, eljönnek, képzeld, eljönnek. Mikor lesz, mert ezt fogom nézni. A jövő héten lesz a momentumos beszélgetés, ami... De melyik hát, nap, hogy... Nem tudom még, nem válaszolt arra, hogy melyik nap. Viszont szólj már előre, hogyha nem lesz lipsiked. Arról szólok, de mert nyilván úgy szervezek, a... hogy... Jó, oké. A csütörtök right. Felsint ajánlva, Alex, mert az a lipsiked. Hát a múltkor sima leváltottál. Hát igen, de... Csak mondom neked, hogy én megnyitom a Dávidas beszélgetésemet itt Facebookon, általában mindig én írok neked először. Hogy lesz-e, vagy nem lesz-e. Hát tehát azért, mert számomra teljesen egyértelmű, na, teljesen hogy egyértelmű, lesz. Teljesen egyértelmű, hogy aztán jövök, és akkor vással streamelsz, megcsalsz. Ez egyetlen egyszer fordult elő, Alex. Kérlek szépen, te túl magad ezen a traumán. Soha nem lesz elfelejtve. Mi élsz? De ezt végig kell hallgatnom minden egyes alkalommal, Alex? Akárhányszor szóba kerül, hogy lesz jövő héten stream, minden egyes alkalommal szerinted... végig kell hallgatnom a Kisztit azzal kapcsolatban? Megtennéd, hogy nem a barátaink előtt csinálsz jelenetet? Ha? Megtennéd? Mindig ezt csinálod! Csodálkozó, hogy néha nincs kedvem! Figyelj, el fogunk válni. Isten szerelmére. Tehát, el fogunk válni, az az igazság. Forranak az indulatok a párkapcsolatunkban, ez azért van, mert... Nem nyeli le. Hát most... Én félrelépett. És utána neki áll feljebb. Jó, mondjuk az az érzelmi manipuláció, amit az előbb csináltam, talán megérdemelt egy ordibálást. Bár... Nem én léptem félre. Na, egyébként DMGF, köszi a szabot. Amúgy annyit akartam még mondani, most így visszatérve a témához, hogy egyszerre lesznek ketten, vagy két különböző nap lesz a... Mert nagyon szeretném nézni, menő lenne, hogyha eltalálnám legalább az egyiket. Nem, külön lesznek mindenképpen, mert mindenkivel más dologról érdemes beszélni. Én azt gondolom... Van a harmadik fél. Van a múlt héten volt, vagy múlt előtti héten. Na mindegy, jön majd még, mert feldobott egy-két érdekes dolgot, amit ugye nem volt időn kibeszélni, amiatt, hogy nem ez volt aktuálisan a téma. De hogy azért... Na mindegy, az egy érdekes dolog, a komfortzónámtól legtávolabbi pont. Viszont a momentumosokkal nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők most hogyan állnak hozzá ehhez az egészhez, meg mi történik egész pontosan, mert hogyha valakiben úgy Isten igazából csalódtam, a választás után, akkor az egyértelműen a Momentum volt. Úgyhogy nem tudom, hogy velük mi a szar volt. Egy időben ők voltak a mencik, aztán így kiléptek ebből a menci vonalból, és elkezdtek ők is ilyen... Hát figyelj, a Momentumot nagyon könnyű leírni, mert itt a Momentum,
Wow! Nolimpia, és aztán... Így, a teljes érdektelenségig. Pedig szerintem elég jogosan néz rájuk a fiatal szavazó generáció, hogy tudod, ez a botos mém, do stuff, csinálj dolgokat, igen. Momi. Do the thing. Ja. Jámbor Andris meg, és itt írja is valaki egyébként, hogy Jámbor Andris igazából a Szikra miatt jön, ami ugye egy ilyen civil szervezet, aki a változásért szervez mindent, amit szervez, és valójában csak azért van benne a Párbeszédben, mert valahol benne kell lenni ahhoz, hogy valamiféle politikai erőt tudják képviselni. Miről, tehát összeszedtél már témákat, hogy miről fogsz dumcsizni? A tüntetésen kívül? A Grissal? Hát a momentumos srácokkal. Ja, a momentumos srácokkal. A momentumos srácokkal igazából én azt szeretném körbejárni, hogy jelenleg a Momentum miért nem tesz meg mindent azért, hogy itt változás legyen. És hogy mi a stratégia jelenleg. Mert láthatóan az a stratégia, amit követnek, az nem működik. Nem mozdítanak meg embereket, és a Magyarország feléhez valójában nem is beszélnek egyáltalán. És szeretném tudni, hogy azok az okos emberek, akik ott vannak, azok látják-e ezt, és hogyha ha látják, akkor hogyan fog ez változni, illetve nem akar elmenni mindenki egy retorikai képzésre. De hogy mindenki. Aha. Figyelj, én nagyon, mondom, majd írd már le nekem Facebookon, ha tudod, hogy melyik napon jó. Lesz. Jó. Messengeren, mert az kifejezetten érdekelne egy ilyesmi. Én lemaradtam arról az adásodról is, amikor Márkék voltak itt, azt is meghallgattam volna. Nem tudom, hogy utólag van neked volt csatornád, vagy ilyesmi? Van volt csatornám, fenn van az összes. Fenn van a Márkizályos is, fenn van a Fekete Győrös is. Megnézem a YouTube-on a Dave Fickót. Nagy szeretettel üdvözlünk mindenkit! Én vagyok, Ja, Dave, nagyon jól beleordítottál a fülembe, köszönöm. Szívesen. Így indul a csatornád, ugye, hogy belevisít azt az ember. Ó, és emlékszel, amikor, a csütörtöki stream az nem volt. Mert valaki mással streameltem, arra emlékszel? Vagy nem csak bele ordítottam a füledbe most, hanem az is volt, ja. Hogy megcsaltalak egyszer, tudod. Na, nem vágtam. Nem? Nem. Volt egy ilyen, csak hogy... De légy szíves, ezt vezetjük le megint fél órán keresztül. Figyelj, már nincsen... Volt csatornát, nem találom sehol. Ja, de! Neked külön picibe, de nem, miért nincs kirakva egy olyan biléta, hogy volt nem csatornát? Tudom. Kérdésedre válaszolva, Gelencsér Ferenc jön, és remélhetőleg Kele János. Ők ketten. Gelencsér Ferenc ugye a Momentum elnöke, a János pedig elnökségi tag. Kérdez, valaki editeli ezt a... Micsodát? A videókat? A Vodot, aha. Ja, hát fizetek valakinek érte, de nem tudom, hogy csinálja. Aha, csinálja. Ez nekem is megfogott a fejembe, de aztán rájöttem, hogy annyi kéne ezzel foglalkozni, hogy... Nem mondjuk tudom, hogy... a 12 órás live-omat most ugye nekem emiatt ugye most le kell töltenem egyenként, és akkor összerakni, meg kivágni a színeteket. Az majd előbb-utóbb felkerül. Aha. A felkiáltója visszanézném. Az a volt csatornának. És ez milyen volt? Ez skip intro volt, vagy pod of the morning volt, vagy mi volt a pod, ezek mind pod. Hát csak van 400 adás, így az... Ja, van egy pár. Márkizai miniszterelnök jelöltre beszélünk. Durván toltad. És akkor itt még lejátszott az intród, ami nagyon jó. Én nagyon szerettem az intrómat, meg még mindig nagyon szeretem az intrómat. De már most nincs.
Most épp nincs, és nem tudom, hogy vissza akarom. Nem, nem lesz vissza. Nem, az az igazság. Nem, elég volt? Elég volt. Tehát az olyan, mint cover introja. És akkor végjátszások, tech bemutatók, tehát végjátszás mindegyikből kettő videó jutott. De ne, hát az 7 másodperc az introm, hát annyit bírjon már ki. De ne... Nem bírjon ki, mert ha megnézed, hogy akinek van introja, tudod most már látni, hogy ki hova teker bele YouTube-on. Megnézed, hogy kinek van introja, és mindig át van tekerve. Tehát csak igen. Felesleges inconvenience, igen. Jó van. Jó, mondjuk nyilván most a te videód, vagy a te introd nem olyan, mint a coveré. A coveré az csak egy ilyen fika, mert ugye coverének volt ilyen introja, hogy nagyon hangos, nagyon hosszú ideig ment, és akkor bele volt tudod írva, hogy végigjátszások, tech bemutatók, és hát ilyen, soha nem volt ilyen tartalom, hogy tech bemutató, meg végigjátszás, az mindig két részt élt meg, ugye? Nem tudtunk valamilyen játszani, érted egy órán keresztül se néha. Már ugye kijátszottuk ezt az, de akkor már nem ment ez a gaming tartalom. Majd lehet, hogy nem is intro kéne, hanem ilyen jingle, tudod? Amit csak így... A jó szomszéd! Lehet... ja. Bízza ránk a szart! Lobjuk el a jó szomszédosat. Azt tudod, hogy honnan van a jó szomszéd? Azt hiszem a Coop-nak a reklámjának. Hát, ha még Marundon is eltugorja az intrót, akkor... Akkor nincs mit csinálni. Akkor ez ennyi. Nekem volt ám introm. Én nem emlékszem rá. Hát nem, mert két videót élt meg. Mert utána rájöttem, hogy bullshit, és mindenki jól úgyis csak áttekeri. És utána nekem outrom lett. Mert az viszont lehet vicces, és ha valaki már végignézi, akkor az a két másodperc nem számít. Ugye nekem az volt az outrom, hogy jó, micsoda videó volt ez. Ennyi volt az ugye az outro. De mégis ugye egy ilyen stílust csinált vele. Nyilván van, akinek kurva jó intrója van. Az nem zavar. De általában ezek a 3D pörgő text dubstep közben, most én nem azt mondom, hogy neked ilyen volt, csak nagyon hasonlított rá. Nekem nem ilyen volt egyáltalán. Nem, hanem nagyon egy drága D20 volt, pörgött. Kutya. A D20 az nem egy 3D text. Meg ez nem egy letöltött nem. Szar volt, ezt megcsináltuk. Azt vágom, azt láttam, hogy Egyedi. Vagy legalábbis gondoltam, hogy én, tehát még nem láttam ilyet, de ha mondjuk van egy órás videó, akkor nem zavaró. De mondjuk 10 perces videóknál mindig van egy intro, ami hangosabb, mint a videó általában, ugye? Ja, lehalkítom már direkt. De most meg nincs is, úgyhogy nincs is de most nincs is. De én szerintem jobb, hogy egyből kezdődik, nem ez a jó, akkor most várjuk meg az intro. Nem tudom, én Alexovics Media videó Twitch streamer intro ellenes kampány. Intro ellenes kampányt fog mozgatni. Engem nem energy csökkentés. Le az introval. Csak vagy nem, tehát hogy volt, tehát volt a csak felfelé, volt a csak befelé, akkor mi meg csak skippernéd. Nem tudom. Csak, még a marketing csak, még csak nincs a skip felé. A skip felé, igen. Meg ne haragudj el, de én a virágozzék minden virág mozgalom elnöke, azt mondom, hogy ha akarsz intrót, akkor csinálj el intrót. Majd legfeljebb átugrom, hogyha kényelmetlen. De én nagyon szeretem. Hát ez olyan, mint amikor valakinek izé hátul van egy kurva lyuk a pólóján, akivel mész valahova, és sosem mondod el neki, hanem hagyod, hogy égjen a mások előtt. Az meg megint jön, hogy ja, tökszer az intro, de nekem tetszik, max átugrom, hát közbazd meg. Megmondhatod volna az őszintét, hogy szar intro lefele. Csak lefelé. Az intro pazarlás, plusz, a pazarlás plusz, meglop minket. Elnézést! Tudtam, intro? Hogy az lesz a vége, hogy az intro az igazából egy több milliárdos tűzijáték, amivel az időtöket pazarlom. Nincs intro, rövidebb videó, alacsonyabb villanyszámla. Na ezzel nem tudsz most már nagyon... Jogos. Az, hogy 15 perces waiting timer van a streamünk elejét, az segít, nem érdekel, mondjuk. De mondjuk gyerek... Igen? Nem, ez a baj. Hát ezért nincsenek videók, gyerekek. Mert a render alatt 100%-on pörög a proci, és hát ezt én most már nem tudom kifizetni. Ne haragudjatok, úgyhogy nincsen videó. Majd felrakom a Premiere fájlt az ilyen gazdag miskolciaknak, és majd kirendereli az Alexa-t feldolgozni.
kirendereled, feldobod, és ki kell tölteni. Aztán ezt utáltam a legjobban. Én is, amikor, én is. Amikor megvágod a videót, és azt mondod, jaj, végre, vége, aztán kell csinálni egy kibaszott borítóképet, borítókép, feltölteni cím. Gyerekeknek való, betegelni, faszomból igyon az összes a mindenki. A videó nem alapjog, így van. Én azt szeretném, hogy két videó az úgy renderelhessen, ahogy két másik videó is renderel. Viszont Dave... Ja, menjünk a picsába, dolgom van nekem, és... Igen, akartam mondani, 11 óra van, menjünk, mert sietnem kéne. Ja, menjünk. Gyorsan Viktor. Mondd el, hogy... Jó, elmondom. Hogy Viktorhoz menjünk, Alex, igen. A legtökéletesebb élőlény a Földön. Én, hogyha nem lenne mit inni itthon, akkor csak a péniszéből folyó nedvekkel szeretnék táplálkozni. Azért, mi? Mert Alexovics csodálatos, és én szeretnék rá feliratkozni, és amióta fel vagyok iratkozva Alexovicsra, azóta megfeleződtek a problémáim, olcsóbb a rezsi, és több a tűzijáték. Úgyhogy én mindenkinek azt javaslom, hogy iratkozzon fel Alexovicsra, és szeresse Alexovicsot, és várunk mindenkit szeretettel jövő hét csütörtökön, ha csak el nem árulom megint. Én szeretnék elhatárolódni ettől az outrótól. Én nem gondolom, hogy a nemi szervem lecsapolása az egyenértékű a szabbal, de mindenkinek nagyon köszönöm, aki átjön. Szerintem gyorsan zárjuk le, mert mindjárt kapogtat a rendőrség, és ki kell nyitni az ajtót. Mert különben berúgják. Na, megyünk Siriushoz, ugye? Megyünk Siriushoz. Mert visszatért de Viktor, köszönjük. És valószínűleg... Nagyon jó volt. De... Ott vagyok, ahogy. De... Yes. Don't clip it, please. Mert ott a fejem, és azt nem... Azt nehéz kimagyarázni. Na figyelj, elmegy a réd, úgyhogy menjünk. Elmegy a réd. Csókollak titeket, drágáim. Sziasztok. Holnap reggel találkozunk. Sziasztok. Sziasztok.